Gyakran előfordul, hogy egy nyomozás zsákutcába jut. Ilyenkor a rendőrség hozzám fordul segítségért, hogy derítsem ki a feltételezett elkövető igazat mond, vagy csak ügyesen hazudik. Egy ilyen eset bűnjeleit, egy igazi gyilkosság helyszínén lefoglalt tárgyakat hoztam ma magammal, hogy bemutassam önöknek az eljárás pontos menetét. Természetesen az elkövető azóta már jól megérdemelt büntetését tölti. Nézzük a tárgyakat. Egy parafadugó. Egy töltényhüvely. Egy trezorkulcs. Egy női fülbevaló. Egy kabátgomb. És egy antik ezüst medál lánccal. A hat tárgy közül az egyik perdöntő bizonyítékként szolgált ebben a gyilkossági ügyben. És most megmutatom önöknek, hogyan is zajlott az én szerepem ebben az ügyben. Ilona, Sándor és Zita, kérem, hogy fáradjanak ide a színpadra. Üdvözlöm, Ilona. Legyen kedves állni ide a fénykör közepére. Üdvözlöm, Zita. Ön is ide a fénykör közepére. Jó estét, Sándor. Jó estét. Ide a fénykör közepére. Itt ez a medál. Odaadom mondjuk önnek, Zita. Kérem a kezét. Elmondom, hogy mi lesz a feladatuk. Megkérem, hogy pontosan kövessék az utasításaimat, jó? Álljanak egymással szembe. Alkossanak egy kis kört. Pillanat. Beszéljék meg, hogy kinél legyen a medál. Akire a választás esett, az rejtsel az egyik kezébe. Lehetőleg úgy, hogy a másik kettő ne tudja. Ha ez megtörtént, álljanak vissza a helyükre, úgy, hogy a karjukat maguk elé tartják, ökölbe szorított kézzel. Érthető volt? Abszolút. Nagyszerű. Akkor most elfordulok, jó? Jó. Szóljanak, hogyha megvannak, szóljanak, hogyha én kész vannak, szóljanak, hogyha én sikerült választani egy embert. Megvannak? Meg. Remek. Akkor most visszafordulok önökhöz. Álljanak vissza, előre? Körök. Úgy van, egymás mellé. Így van. Kezüket tartsák ki. Nagyszerű. Így kényelmes magasságban, hogy úgy. Tökéletes. Egy egyszerű mondatot fogok mondani önnek, Sándor. Kérem, hogy ismételje utánam, jó? 85 éves vagyok. 85 éves vagyok. Nagyszerű. Rá fogok kérdezni, hogy melyik kezében van a medál. Mindkét alkalommal nemmel válaszoljon, jó? Tehát, Sándor. Jobb kezében van a medál? Nem. Nem. Akkor a bal kezében van a medál? Nem. Nem. Tovább lépek önhöz, Zita. Mondja utánam a következő mondatot. Szőke hajam van. Szőke hajam van. Remek. Önnél is rákérdezek, jó? Mindkét esetben nemmel válaszoljon. Jobb kezében van a medál? Nem. Akkor a bal kezében? Nem. Nem. Ilona, önhöz lépek. Kérem, mondja utánam ezt a mondatot. Ma fehér ruhába jöttem. Ma fehér ruhába jöttem. Nagyszerű. Öntől is megkérdezem. Nem elválaszolja mindkét alkalommal. Ebbe a kezébe van a medál? Nem. Nem. Akkor valószínűleg a másikba. Nem. Nem. Remek. Azt gondolom, hogy hármójuk közül Sándor mindenképpen igazat mondott nekem, mert nincs nála medál. Zita! Zita és Ilona, itt nem voltam annyira biztos, de szerintem ön is igazat mondott nekem, mert önnél sincs a medál. Ilona! Önnél van a medál, a kérdés már csak az, hogy melyik kezébe rejtette el. Szerintem mutassuk meg, hogy ebbe a kezébe van a medál.
Fogom ezt a medált, és visszarakom ide az asztalra. Ismételten el fog fordulni, és nagyon kérem önöket, hogy pontosan kövessék minden utasításomat. Jó? Mindent fogok mondani, hogy mit kell tenni. De ezelőtt még Ilonának odaadnám ezt a kendőt. Most még nincsen szükség rá, de szólni fogok, hogy mikor kell. Rendben? Jó. Akkor most elfordulok. Sándor, ön az első. Kérem, hogy lépjen az asztalhoz. Álljon az asztalnak a rövidebbik oldalához, de ne nyúljon még semmihez. Ott áll? Igen. Nagyszerű. Kérem, hogy figyelmesen nézze meg a tárgyakat az asztalon. Nézze meg. Gondolatban nézem. Válasszon ki egy tárgyat. Ha ez megtörtént, egy határozott mozdulattal emelje föl az asztalról, rejts el a két kezébe, és álljon vissza a helyére. Két kezembe? Így van, így mutattam a két kezébe. Rendben. Jó? Nagyszerű. Zita, ön a következő. Kérem, hogy ön is álljon az asztal mellé, az asztal rövidebbik oldalához. Ne nyúljon még semmihez. Figyelmesen nézze meg a tárgyakat. Gondolatban válasszon ki egy tárgyat. Megtörtént? Meg. Jó, most egy határozott mozdulattal ezt a tárgyat emelje föl az asztalról, rejts el a két kezébe, és álljon vissza a helyére. Visszaállt? Visszaálltam. Nagyszerű. Ilona, ön a következő. Kérem, hogy ön is fáradjon az asztalhoz, álljon meg az asztalnak a rövidebbik oldalánál. Ott van? Igen. Jó. Nézze meg figyelmesen a maradék négy tárgyat. Igen. Koncentráljon rájuk, és gondolatban válasszon ki egy tárgyat. Megvan. Megtörtént? Igen. Jó, emelje fel az asztalról. Megvan? Meg. Jó, az önnél lévő kendővel megkérem, hogy takarja el az asztalt, hogy amikor visszafordulok, ne láthassam, hogy mi maradt az asztalon. Szóljon, hogyha kész van. Szóljon, hogyha megvan vele. Megvan. Nagyszerű. Ön is rejts el a két kezébe. Megvan? Tehát mindenki igen. Választott egy tárgyat, és a kezükben ott van a tárgy. Elrejtve, igaz? Igaz? Igen. Jó, nagyszerű. Visszafordulok önökhez. Mindannyian választottak egy tárgyat az asztalról. Én áttaláltam önökhöz, nem láttam semmit. Sándor, ahogy megismertem önt, szerintem ön két tárgy közül választhatott. Ki fogom mondani a tárgyaknak a nevét, minden alkalommal nemmel felelje. Jó, rá fog kérdezni, és mondja azt, hogy nem. Jó? Parafadugó. Nem. Nem. Fülbevaló. Nem. Nem. Zita, szerintem ön... három tárgy közül választhatott. Az egyik a trezor kulcs. Nem kell válaszoljon, nem? Nem. Nem. Akkor a... kabátgomb. Nem. Nem? Nem a kabátgomb? Nem a kabátgomb. Nem a kabátgomb, jó. A töltényhüvely. Nem, nem a töltényhüvely. Nem. Ilona. Én azt gondolom, hogy ön kizárólag egyetlen egy tárgy közül választhatott. Ki fogom most mondani a tárgynak a nevét? Hogyha az van önnél, akkor kérem, nyissa ki a kezét és mutassa meg nekünk, jó? Igen. Meg fogom mutatni. Jó, nagyszerű. Trezor kulcs. Bravo. Zita. Kabátgomb. 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 Sándor. Fülbevaló. Nem. De igen, licenti.